Szeretettel köszöntöm a Richter Tudós Klub nézőit innen a Magyar Tudományos Akadémiáról. Jaksígy Kata vagyok, a mai kerekasztal beszélgetés moderátora. 2004 óta szervezi a Richter a Richter Tudós Klubot a hazai orvosi egyetemeken. A klub célja egyrészt az, hogy az érdeklődők számára az orvosi, gyógyszerészeti, tudományos élet középpontjában álló témákkal kapcsolatos információkat az adott területek neves, elismert szakembereinek előadásában átadja, másrészt, hogy a társaság tevékenységét közelebbről megismertesse a hallgatókkal. A mai Richter Tudós Klub címe Sejtek boszorkány konyhája, biotechnológiai készítmények, terápiák, és a kerekasztal résztvevői, már is bemutatom őket. Dr. Boks Erika, Richter Gedeon NRT biotechnológiai üzletág igazgatója, professzor dr. Szekanec Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár a Debreceni Egyetem reumatológiai tanszékéről, és dr. Kozma Róbert, a Richter Gedeon NRT belföldi értékesítési és marketing igazgatója. És kezdjük is mindjárt a címmel, miért is illeszthető a sejtek boszorkány konyhája a biotechnológiai termékekre? Igen, néhány gondolatot mondanék. Azt gondolom, hogy ez a cím jó pofa, de illő a témához. Először is maga a biotechnológia, ez tulajdonképpen az emberiség kezdete óta velünk van. Akár mondjuk vegyük a sörélesztőt például, talán egy jó példának. De szinte minden előadásomat azzal szoktam kezdeni, hogy maga a kifejezés az hungarikum. Ezt nagyon kevesen tudják. Ereki Károly volt az magyar tudós, és egyben mezőgazdasági miniszter, aki ezt a kifejezést először használta, világszerte először használta, tehát az ő nevéhez köthető a kifejezés. 1918-ban, 19-ben, amikor még a tudományos folyóiratokban német volt a nyelv, és biotechnológia der Fleisch, Fett und Milche Zeigung. Ezt csak azért mondom el, mert alapvetően akkor a mezőgazdasági kontextusban, a mezőgazdasági élelmiszer feldolgozás kontextusában használta először azt, hogy biotechnológia. Egy technológia, amivel élő sejteket használok, élő lényeket használok arra, hogy valami hasznosat termeljek. És hát az utóbbi 100 évben ez a terület óriásit változott. Elsősorban talán leginkább a közszavakkal a génsebészeti módszereknek köszönhetően, ami miatt tulajdonképpen ma már akármilyen fehérjét szinte betehetünk egy élőlénybe azért, hogy az az élőlény ez kifejezze azt a fehérjét. És alapvetően a nagy gyógyszerbiotechnológiai áttörés is ezen rekombináns élőlényekkel kezdődött el, ahol bizonyos sejtszuszpenziók vagy sejtes közegből tudtunk gyógyszert előállítani és termelni, amit megint csak hagyományosan tulajdonképpen fermentációs technológiának hívunk, de ez az utóbbi 20-30 évben rengeteget változott, és így olyan különleges gyógyszerformákat tudunk ma előállítani, amit korábban hagyományos kémiai szintetikus úton nem tudtunk. És ez nagy áttörést jelentett a gyógyászatban tulajdonképpen az utóbbi 30 évben körülbelül. Érdemes majd erre kitérni, hogy pontosan ezek mit tudnak, ezek a gyógyszerek, amik mások. De talán egy picit még lehetne a biotechnológia ágairól említést tenni. Igen, nem csak a gyógyászatban, gyógyszeriparban. Igen, a biotechnológiánk tulajdonképpen ma megint csak általában három fő területről beszélünk. Három szín van a mezőgazdasági biológia, a zöld biológia, van az ipari biotechnológia, például enzimek, amelyeket ipari folyamatokra használunk, ez a fehér biológia, biotechnológia, bocsánat, és van a piros biotechnológia, és a piros biotechnológia tulajdonképpen a gyógyszerbiotechnológia, de ez is egy nagyon széles spektrumot fed le, és itt eléggé változik, hogy ki milyen típusú terméket sorol ide be, de ma azt lehet mondani, hogy akár a vakcinákról beszélünk, akár egy rekombináns inzulinról beszélünk, akár nagyon komplex fehérjékről beszélünk, vagy akár ma már sejt- és génterápiákról beszélünk, ezek mind a biotechnológiába tartoznak bele, mégis azért a konkrét technológiák, amik ezek mögött vannak, azok ma már nagyon-nagyon mások. Tehát ilyen szempontból ez is egy nagyon széles spektrumot lefedő iparág, illetve technológiai platform lett. Ugye paradigmaváltást hozott a biotechnológia a gyógyításban, a terápiában, méghozzá a személyre szabott gyógyításban, de mit jelent ez pontosan? Mit jelent az, hogy személyre szabott, és miért tud ebben ez áttörést hozni? A klinikai gyakorlatban nézem,
akkor nyilván évekig, évtizedekig mindenki bevett este egy tablettát, hogy tudjon aludni, vagy hogy valami nem fájjon, de a világ összes embere ugyanazt a tablettát szedte be, és sokszor olyan tablettát szedett, amiről hajszál pontosan nem is tudták, hogy hogyan hat. Ez a fajta dolog, amit hallottunk, ez főleg a célzott terápia, ez már azt jelenti, hogy pontosan tudjuk, hogy a szervezet melyik pontján, melyik fehérjéje vagy sejtje ellen hat a gyógyszer, de és most már abba az irányba is elmegyünk, hogy kezdjük azokat a úgynevezett biomarkereket vagy jósló molekulákat meghatározni, amiből nagyjából tudjuk, hogy bizonyos típusú betegek erre jobban fognak reagálni, mások már nem. Tehát már nem az van, hogy egyféle fájdalom, vagy egyféle betegség és egyféle gyógyszer, hanem az is lehet, hogy A betegnek ez a gyógyszer a jobb, a B betegnek meg az a gyógyszer a jobb, és ezeket megpróbálják akár fehérje vagy gén szintén megmondani, utóbbit azt ugye a farmakogenomikának hívják, hogy tulajdonképpen melyik fog hatni. Tehát mondjuk, ha az unokáinkat, vagy lehet, hogy nem is kell messzire menni, a gyermekeinket nézzük majd, akkor elképzelhető az, hogy ugyanabban a családban az egyik gyerek ezzel a bajára ezt a gyógyszert kapja, a másik pedig a másikat. A másik pedig a sejtterápia, amiről szintén hallottunk, tehát nem csak fehérjéket adunk, hanem tudjuk, hogy melyek azok a sejtek, például az immunológiában az immunsejtek, amelyek átalakítják a dolgot, és erre egy példát szeretnék mondani, ugye Facebookon is megjelent ennek a kisfiúnak a története, ugye nem mondjuk, hogy melyik gyógyszer, aki egy izombetegségben szenved, és hát őt meg lehetett ezzel a egyébként nagyon drága, de az adott betegségre rendkívül hatékony gyógyszerrel gyógyítani. És ez inkább ugye a ritkább betegségeknél van. Valóban óriási áttörést jelent az orvoslás tekintetében ez a biotechnológiai forradalom. Ez jelenti azt is egyszerű hétköznapi embereknek, hogy értsék, hogy mondjuk nem lesz mellékhatása, hogyha megtalálják a rácélzott gyógyszert? Mert ugye nagyon sokszor van, látjuk gyógyszereknél esetleg olyan mellékhatások, amik kizárják egy-egy személynél, hogy azt a gyógyszert inkább rá vonatkozóan több a mellékhatása, mint amit segíthet. Kicsit viccesen, vagy nem is annyira viccesen, régen azt mondták, hogy az a gyógyszer, aminek nincs mellékhatása, annak hatása. Sincsen. Nem hiszem, hogy valaha akkor lesz ez olyan gyógyszer, aminek ne lenne mellékhatása. Például a daganat kezelésében ezek az úgynevezett checkpoint gátlók, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos ponton a daganat elleni immunválaszt próbáljuk serkenteni, ezeknek elég komoly mellékhatása van. Valahol ez egy deal, vagy valahol ez egy üzlet, hogy egy olyan betegségbe, ahol régen vagy belehaltak, vagy rendkívül súlyos volt. Most rendkívül jó eredményt lehet klinikailag elérni, és ehhez képest azért, ha vannak mellékhatások, az ember úgy gondolná, hogy idézőjelben, hát ez ugye még elviselhető egy adott pontban, nem gondolnám, hogy valaha lesz olyan gyógyszer, aminek nulla mellékhatása van, aki ilyet mond, az valószínűleg nem teljesen mond igazat, úgyhogy ezekkel együtt kell élni, de hát a mellékhatások azok végül is a legtöbb esetben jól kezelhetők, vagy jól menedzselhetők. Talán csak annyit tennék professzor úr gondolataihoz, hogy más típusú mellékhatásokat látunk. Tehát korábban mondjuk egy szintetikus eljárásnál lehet egy olyan szennyező, ami okoz akár valamilyen toxikus hatás bizonyos sejtekre. Egy fehérje esetében, és professzor már említette, a szervezet egy immunogén reakciót is indukálhat, ami nagyon súlyos lehet, de ez egy egészen más típusú immunológiai reakció, egy másfajta mellékhatás, mint mondjuk például egy toxikus mellékhatás. Tehát nagyon, azt gondolom, másfajta irányba mentünk, de én is egyetértek, olyan gyógyszer ritkán lesz, amiben senkinél nincs mellékhatás. Még talán még egy gondolat a személyre szabott gyógyászathoz is, hogy a doktor mesélte annak a kisfiúnak a történetét, de hogy a személyre szabottságnak egy másik vetületét mutassam meg, tehát itt sok esetben ma már a betegből kiveszünk bizonyos sejteket, azokat genetikailag módosítjuk azért, hogy egy adott tumort például tudja, ez egy onkosejt, vagy egy immunológiai sejt, ami utána egy tumort tudjon megtámadni, és visszatesszük a betegbe. Tehát ilyen értelemben is személyre szabottá vált. Nem csak azért, hogy egy sokkal szűkebben definiált betegségről beszélünk, hanem akár maga az egész gyógyászati folyamatban is, hát az egyéntől veszünk sejtet, az egyénbe tesszük vissza azt a sejtet ahhoz, hogy elérjük azt a hatást. És teljesen széles palettán mozog az alkalmazási lehetőség. Utalok itt arra, hogy elsősorban szerintem a rákgyógyításban halljuk mostanában sokszor azt, hogy a célzott terápia. De akkor ezek szerint, amit említett, azt hiszem egy altató volt, vagy altatóra vonatkozott, vagy nyugtatóra, tehát hogy bármilyen területen át tudják venni. Nincs ezek az orvostudománynak olyan területe, ahol ne lenne már
valamilyen biotechnológiai vagy célzott terápia. Én reumatológus vagyok, ott ugye nagyon sok a beteg, és általában a klinikai vizsgálatot azokon végeznek, ahol sok a beteg, ezért a reumatológia picit előrébb tart. De a reumatológiában és az onkológiában alkalmazott gyógyszereket mindegyik másik területre átvették, akár a szklerózis multiplexről, vagy valamilyen ritka izombetegségről, vagy akár egy anyagcserebetegségről, vagy akár bőrgyógyászati, szemészeti kórképről. Ez elmúlt 10 évnek a története. Tehát gyakorlatilag egymástól tanulunk, és ugye ezt hívják ugye nagyon hát szép magyar szóval, ugye repurposingnek, hogy az egyikből áttesszük a másikba. És most például a COVID kapcsán is vannak gyógyszereink, amit mi alkalmazunk a reumatológiában évek, évtizedek óta, és most pedig átveszi egy másik terület. Ez nagyon fontos, hogy egymástól átvesszük, tanuljuk. Ha valaki fejleszt egy gyógyszert, soha nem egyetlen egy betegségre fejleszti, hanem van olyan biológikum a mi területünkön, aminek 180 indikációja van, vagy ha nem is indikációja, de valamilyen indikáción túli alkalmazása, mert bármiben megpróbálják, ugye kicsit nagyot ebben is hatékony lesz. Én még talán annyit tennék hozzá, hogy természetesen a reumatológia és az onkológia az, ami kiemelt szereplője most a biotechnológiának. Az utóbbi évtizedekben ez a két terület az, ahol jelentős mértékben átvették a biotechnológiai termékek a gyógyszeriparban a szerepet, vezető szerepet, de azért egyéb terápiás területeken is, akár kardiológiában, ahol persze a többség még mindig kismolekulás termék, ott is megjelentek biotechnológiai termékek, és hát a Richter is ezt a változást figyelembe véve vette bele a stratégiába a biotechnológiát nagyságrendileg 20 évvel ezelőtt, és onnantól kezdve indultak a Richterben a fejlesztések először Budapesten, majd pedig gyorsan nemzetközi területre terelődött a figyelmünk, hiszen Németországban nyitottuk meg a következő gyárunkat, majd a zöldmezős beruházással a debreceni gyáregységünk beruházása következett. Igen, ha az eladásukat nézzük, akkor az utóbbi 10-20 évben a biotechnológiai termékek inkább onkológia, reumatológia, immunológiai területen domináltak értékben, volumenben, de kétségtelen ma már szinte minden indikációban vagy létezik biotechnológiai termék, van fejlesztés. Még egy nagy terület van, ahol a biotechnológiai termékek nem nagyon okoztak mondjuk áttörést. Ezek a neurológiai, ez a neurológiai terület, tudnélik a véragygáton még mindig nem könnyű fehérjének átmenni, vagy nem könnyű átvitetni. Most azért használom ezt a szót, mert arra is technológiákat keresünk, hogy tudunk fehérjéket bejuttatni a központi idegrendszerbe. Itt sok próbálkozás van, még áttörés, olyan igazi nagy áttörés még nem született, de azt gondolom, hogy ez is csak évek kérdése, és tulajdonképpen ugyanolyan tág palettát tudnak biotechnológiai megoldások gyógyítani, mint amilyet korábban kismaradtak. Akkor ezek szerint azon gyógyszerek vagy terápiák, amelyek a biotechnológia vezérszó alatt lehetnek besorolva, elég széles spektrumot ölelnek át. Nézzük még meg, hogy mik tartoznak ide. Vakcinák és sejtterápiák? Igen, tehát ugye, hogyha akár mondjuk az FDA-nek, az amerikai gyógyszerhatóságnak a biologikum listáját nézem, akkor egészen klasszikus vérkészítmények is biologikumként sok esetben vannak kezelve, tehát minden tulajdonképpen, amilyen valamilyen szinten egy élő lényből ered, akár ugye egy vérkészítmény, az egyszerűen egy vérplazma, az ugye emberekből jöhet, és abból csinálnak valamilyen fajta készítményt, tehát mondjuk a leghagyományosabb termékek, de mindenhol, ahol valamilyen módon mondom, egy élőlényt használtunk, tehát ugye a vakcinák esetében is akár egy attenuált vírus maga a vakcina, ez is sok esetben biologikumoknak mondjuk, még akkor is, hogyha nem igazán mondjuk a modern biotechnológia, gyógyszerbiotechnológiához soroljuk olyan egyszerűen, mert hogy ez a fajta technológia, ez már nagyon-nagyon régóta velünk van. De tehát nagyon tág spektrumot fed le, de mondjuk amiről ma beszélünk is, ami igazából az áttörést hozta, az alapvetően főleg fehérjék vagy sejtterápiák, amelyeket rekombináns úton, tehát olyan sejttenyészetek állítanak elő, amelyeknek a technológia alapját csak az utóbbi 30 évben sikerült letenni. Miért kell élő sejteket használnunk? Nagyon jó kérdés egyébként. Tehát azért kell élő sejteket használnunk, mert itt nagy molekulák, tehát a hatóanyagok itt, ezek nagyon nagy molekulák. Nagy méretű, nagyon komplex molekulák. Szemben a hagyományos kis molekulák, amelyek általában sokkal kisebb méretű, kevésbé komplex molekulák, amelyeket klasszikus kémiai szintézis úton tudjuk előállítani, fölépíteni. Egy nagyon nagy fehérjét kémiai szintézissel nem tudunk fölépíteni. És csak a,
a sejtek inherens mechanizmusa az, ami egy fehérjét össze tud rakni. Ez egy sejtnek ez a, ugye a normál feladata, mi sejtjeinkben állandóan előállítunk fehérjéket, vagy akár egy mikróba is állandóan előállít fehérjéket, ugye az generálja azt, hogy ő tovább él, és azzal épít tulajdonképpen bármit, ami a sejthez szükséges. Na most kevésbé komplex fehérjéket egy mikróba is elő tud állítani, és ezért még a klasszikusabb biotechnológiában még úgynevezett mikrobiális fermentációt használtunk. De ma már például egy monoklonális ellenanyagot, vagy egy nagyon nagyméretű, nagyon komplex fehérjét csak úgynevezett emlősejtes sejtek tudnak előteni, tehát csak olyanok, amik a mi szervezetünkben vannak benne, és csak ami a mi szervezetünkre is jellemző, vagy egy emlős szervezet is jellemző sejt tudja azt a fehérjét olyan komplexen összeállítani, amilyenek ezek a gyógyszerek. És ezért a nagy tudományos áttörés az volt, hogy elő tudtunk állítani olyan sejtvonalakat, amiket tulajdonképpen egy lombikba, úgy tetszik, tudunk tenyészteni, és felhasználjuk a sejtnek ezen működését arra, hogy ő a kívánt gyógyszer, tehát a normál metabolikus fehérjéken kívül a kívánt gyógyszerfehérjét nagy mértékben, megfelelő minőségben tudja előállítani. És miután azt ugye tisztítjuk, kiveszünk onnan is, és letisztítjuk. Van ugye hát, még, mert ez a hibridoma technika az egy Nobel-díjas felfedezés, és ugye bármennyire is furcsa hangzik, de ebbe a rendszerbe kell egy daganatsejt, mert különben nem fogjuk tudni elég mennyiségben termelni. Hát a másik azon túl, hogy specifikus legyen, tehát a megfelelő fehérjére legyen, kell, hogy sok legyen belőle. Hát van olyan gyógyszer a mi szakmánkban is, amit 10 millió szednek a világon. Ehhez nagyon nagy mennyiség kell. Egy normál sejt ennyit nem tud termelni ilyen sebességgel. Ezért nyilván fuzionáltatják, összepakolják valami fajta olyan daganatsejt, ami nagyon gyorsan nő és nagyon gyorsan termel. És ez volt a zseniális ötlet amellett, amit hallottunk az előbb, hogy megvan a kis molekula, a nagy molekula, de ezt hát tényleg nagyon sok kópiában akkor ezt elő lehet állítani. Mert ugye így tényleg az van, hogy egy ilyen gyár az gyakorlatilag csak ontja ki magából ezeket a molekulákat. Igen, ez nagyon fontos, az ipari gyártó sejtvonalak, azok alapvetően mind daganatos sejtvonalakból erednek, amiket hagyományosan kutatásra használtak, illetve hát tulajdonképpen bármilyen fehérje expressziója kifejezésére. Egy gyártó sejtvonal, amiből nincs olyan sok egyébként ipari gyártó sejtvonal, abban nagyon különbözik, hogy az genetikailag sokkal stabilabb, általában mondjuk szuszpenzióban, tehát olyan körülmények között tudjuk tartani, amivel tényleg nagy mennyiségben és mondjuk kontrollált módon mennyiséget és minőséget is tudjuk kialakítani. De igen, alapvetően ez az áttörés olyan 40 éve volt, és még ma is limitált azon sejtvonalak száma, amelyik iparilag megfelelő módon tudunk hasznosítani és használni. Már tett rá említést, de akkor mindez meghatározza most a Richter irányvonalát is, a nagy molekulák, kis molekulák. Igen, a Richter stratégiájának szerves része ma már a biotechnológia. Nagyjából 20 évvel ezelőtt született meg az a döntés, hogy ebbe az ágazatába a gyógyszergyártásnak belevágunk. Áttekintettük azokat a folyamatokat, amelyek a gyógyszeriparban már akkor láthatóak voltak, és még mondjuk 30 évvel ezelőtt a világon a top 10 gyógyszer között csak kis molekulasúlyó volt. Manapság azt mondhatjuk el, hogy a többségét biotechnológiai termékek teszik ki. Ez is mutatja azt, hogy az a stratégiaváltás ilyen szempontból az igenis előremutató és iránymutató volt a Richteren belül. És hát az utóbbi 20 évünk kutatásfejlesztését a biotechnológia meghatározta, beruházását és kutatásfejlesztését is. Ahogy említettem, Budapesten kezdtük el 2005-ben a kapacitásaink kiépítését labor, illetve fejlesztőbázissal, majd Németországban egy vegyes vállalattal folytattuk, és utána jött a debreceni. Ebben persze technológiai váltások is voltak, hiszen a németországi gyárunk az mikrobiális, bakteriális sejtű tenyészetekkel működik, míg a debreceni az emlőssejtes alapú. Úgyhogy így elmondhatjuk, hogy bár a Richternek évtizedes tudása van, több évtizedes tudása van a biotechnológiáról, hiszen a szürke biotechnológia, a fermentáció az 50 évvel ezelőtt is megvolt már a Richterben. A modern biotechnológiával az utóbbi 20 évben dolgoztuk fel a, mondjuk itt, hogy hátrányunkat, és úgy gondolom, hogy a saját fejlesztésből kikerült első termékünkkel európai szinten meg tudtunk jelenni.
a közeljövőt, vagy nézzük a távolabbi jövőt, nem tudom, majd megmondja, nézzük, akkor mit lát arányokban a Richternél hagyományos gyógyszeripar és a biotechnológia szerepében? Jelenleg a Richteren belül két olyan termékünk van, biotechnológiai termékünk, amely már elérhető. Az egyik az egyébként az egyik stratégiai lábunkból, a nőgyógyászatból van, 2016 óta elérhető termékként, a meddőségi kezelésben használatos, a másik pedig 2017-ben lett regisztrálva, és most már Magyarországon is több mint egy éve elérhető az oszteoporózis kezelésében. Ez az első két termékünk, de természetesen a fejlesztéseink között számos más termék is szerepel. Alapvetően oszteoporózis és reumatológia területén, de figyelemmel vagyunk a gyógyszeripar és az egészségügy változásaira, úgyhogy mindenre nyitott szemmel, nyitott füllel figyelünk. Hogy látják? Igen. Érdemes globális kontextusba helyezni, tehát körülbelül ma ugye az összgyógyszeripar több mint 1 trillió dollár értékű, ennek kb. 25%-a a biotechnológiai eredetű termék, de ugye, ahogy Robert mondta, a legértékesebb termékek között ma már többségben vannak a biológikumok. Ha a fejlesztés alatt levő termékeket nézünk, ott akár kb. 50% a biológikumok versus a kismolekulák, tehát a növekedése a szektornak az kb. 2-szer akkora, mint a kismolekuláké. De azért szeretném hangsúlyozni, hogy a kismolekuláknak világának semmiképp sincs vége, tehát még rengeteg olyan lehetőség van, amit ugyanúgy, vagy olyan gyógymód is, olyan jó gyógyszer is lesz, ami kismolekula alapú, de mind a világban, mind a Richter portfólión belül is, hát a biotechnológia egyre nagyobb százalékban fog nőni, de a Richter portfólión belül semmiképp sem lesz domináns még a következő néhány évben, viszont kutatásfejlesztés vonatkozásában hát egyre nagyobb hangsúlyt kap a tulajdonképpen a világ trendjeivel. De mondjuk, ha a távoli jövőt nézzük, akkor lehet, hogy fordulni fog az arány? Én azt gondolom, még attól függ, hogy milyen távlatban nézzük, én azt gondolom, hogy lehetőségek vonatkozásában fordul az arány, hogy bevétel vonatkozásában, tényleg a portfólióban ez hogy jelenik meg, ez még a jövő zenéje, de mindenképp, ahogy Robert is mondta, egyre nagyobb hangsúlyt, már most is elég nagy hangsúlyt kapnak a fejlesztések, de azt gondolom, hogy a biotechnológia alapú fejlesztéseknek a fókusz az még szélesedni fog folyamatosan. Igen, én is olvastam egy adatot, hogy az Európai Unión belül minden harmadik új forgalomba hozatali engedély az már biotechnológiai eredetű. Említette Zoltán, és szerintem egy kicsit térjünk is ki rá, mert most egy olyan helyzetben vagyunk, amikor sok a bizonytalanság, sokan kíváncsiak és éhesek az új és szakavatott emberektől származó információkra. Ugye nem hagyhatjuk ki a pandémiás helyzetet, a Covid pandémiát. Mekkora szerepe van most például a kezelésben a biotechnológia alapú megoldásoknak? Feltétlenül a súlyosabb esetekben nagy szerepe van, hogyha Covidot szakaszokra osztjuk, akkor ugye a legelső az, ha valaki még egészséges és megelőzés, itt nincsen szerepe a biotechnológiának. A következő az, amikor a beteg bekapja a vírust és vírusos fertőzése van, ott vírusellenes szereket kell adni. De abban az helyzetben, amikor a vírusfertőzésnek már szervi következményei vannak, tehát a betegnek ugye légzési elégtelensége van, a tüdejében gyulladás keletkezik, és ez szép sorban megy egyéb szervekre, a bélrendszerre, a szívre, egyebeket, ott feltétlenül a gyulladást kell gátolni. És erre nézve ugye vannak próbálkozások, sőt nem csak próbálkozások, hiszen itthoni legnagyobb centrumban azt a biotechnológiai készítményt, amelyik az egyik ilyen úgynevezett citokin vihar elleni gyógyszer, alkalmazták, ez már több száz fölötti beteg számban alkalmazták. Tehát úgy kell elképzelni, hogy van, ami okozza a betegséget, ez a vírus, de egy idő után a vírustól részben függetlenül már elindul egy olyan gyulladásos folyamat, és ez nem csak a Covid-ra, hanem mondjuk autoimmun betegségekre, vagy más betegségekre is vonatkozik, amikor már a vírus mellett inkább csak a szervezetnek az ön pusztító mechanizmusai indulnak be, ezt hívják citokin viharnak, és ebben az állapotban, ami nagyjából ott kezdődik, amikor a beteg elkezd fulladni és légzési elégtelensége lenni, onnantól kezdve ezeket a termékeket be kell vetni. Van közöttük olyan, ami ezeket a gyulladásos mediátorokat vagy citokineket
gátolja, van olyan, ami bizonyos jelátvitelt gátol, mert érdekes módon a célzott terápiába, tehát a biotechnológiába is vannak kismolekulasúlyú anyagok is, amelyek úgy nem kismolekulasúlyúak, mint ez az említett hát altató vagy vérnyomás csökkentő, de olyan szempontból igen, hogy a szervezetnek ez is egy bizonyos sejtszintű hatását gátolja, mondjuk egy jelátviteli molekulát, és ezeket is lehet alkalmazni például ezekben az állapotokban. Nagyon fontos tehát az, hogy rengeteg ilyen vizsgálat van. De van olyan, ahol biotechnológiai készítményt használunk a vírus ellen. Mindenki olvasta ugye a épp leköszönő elnök Donald Trumpnak az esetét. Ez egy két antitestből álló molekuláris koktél volt, ami a vírus bejutását a sejtben két ponton gátolta. Sajnos a vizsgálatok úgy tűnnek, hogy önmagában ez kevés, tehát ezt is valószínűleg kombinálni kell, de lényegében ez is egy vírusellenes szer. Tehát van egy vírusellenes antitest, és vannak olyan antitestek, amelyek az, amik már a gyulladást, kialakulását és a szervezet tönkremenetelét hát ugye próbálják akadályozni, és a legnagyobb dolog az lenne, hogy megállapítani, és ez már megint csak egyénre szabott, hogy melyik fázisában a betegségek melyiket alkalmazzuk, illetve egyre több úgynevezett biomarker kutat is megjelenik, hogy melyik azok a markerek a laboratóriumban, amelyek megmondják, hogy ennek a betegnek jó lesz vagy nem. Tehát amikor egy biotechnológiai készítmény nem hat az adott betegben, ott lehet valamilyen genetikai defektus, vagy lehet az, hogy például nem elég magas a citokin szintje a betegnek, és ha ezt mi nem tudjuk, akkor nem lesz hatékony. Tehát minden esetben a terápiát a megelőző diagnosztikának is kísérnie kell, és valahol biotechnológia az is. Tehát biotechnológia az is, hogy olyan diagnosztikus módszereket fejleszünk ki, amivel adott esetben egy terápiának a hatékonysága előre jelezhető. Itthon is van olyan biotech cég, ugyancsak ebbe a vörös zónába, aki például kifejleszt olyan csatorna, hát vérsejteken való csatorna induktorokat, amely megmondja például, hogy a biológiai szer hatni fog a betegnél, vagy nem. Tehát ez a másik vonulata lesz a jövőnek, hogy nem csak azt megmondani, hogy milyen gyógyszereket alkalmazunk, hanem azt is megmondani, hogy melyik gyógyszer melyik betegbe fog hatni, és a legjobb az lenne, ha jósnők lennénk, és ezt a kezelés kezdetén már meg tudnánk mondani. Erre nem mellesleg egyébként rengeteg pénzt is megtakarítanánk, hogyha az elején tudnánk, hogy biztosan hatékony gyógyszert alkalmazunk egy betegnél, és nem egy másikat. Ezt a fajta gondolkodást a régi kismolekulású gyógyszereknél nem lehetett megmondani, mert mindenki ugyanazt a fájdalomcsillapítót kapta. Most meg lehet már mondani, hogy ez a bizonyos gyógyszer ebben a betegben várhatóan foghatni, vagy nem foghatni, vagy ha nem is lehet ilyen pontosan megmondani, de legalább nagy vonalakban meg lehet jósolni, és ez nagyon fontos. A COVID ellenes harcban a biotechnológiák óriási szerepe van, tehát professzor tulajdonképpen két területet mondott, egyet már mondott, az egyik a diagnózis. És nem csak persze a COVID esetében, hanem így van. Ugye nem, tényleg nem beszéltünk eddig a diagnosztikumokról, de a biotechnológiának a diagnosztikumok kiszélesítésében is óriási szerepe van. És a személyre szabott gyógyászat diagnosztikumában, vagy azért, hogy személyre szabott gyógyászat legyen, abban is nagy szerepe van. Kettő a terápiában. Itt azért hagy említsem azt, hogy egy konzorcium keretében a Richter is felkérés kapott egy terápiás fehérjének a fejlesztésére, ami COVID ellens, ami büszke vagyok, hogy a mi csapatunk ebben részt vesz. Köszönöm, hogy említi, mert ez lett volna a kérdésem pont. Ott még azért évekre vagyunk attól, hogy ugye ott még preklinikai fázisban vagyunk, tehát nem tudjuk, hogy ebből lesz-e majd regisztrált gyógyszer, de hát jó úton haladunk. Most először eljutottunk oda, hogy a fehérjét ki tudjuk fejezni. Állatvizsgálatok elindultak, és általában amikor ezeknek vége van, és ezek sikeresek, akkor utána jönnének majd klinikai vizsgálatok. Tehát ez van a terápiás területen. És hát ne felejtsük el arról, amiről szinte a médiában minden nap beszélünk, a Trump elnök antitest koktélyen kívül, hát azok a vakcinák. És azért a vakcinák vonatkozásában is a biotechnológiának óriási szerepe van. Tehát ha megnézzük a fejlesztés előtt levő vakcinát, a nem hagyományos vakcinákat, azt gondolom, azokat szokták általában a biotechnológiai területre sorolni, és az adenovírus vektor alapú vakcinák, amikből elég sok van most, az RNS alapú vakcinák, vagy akár a DNS alapú vakcinák, ezek teljesen új platformok, amik megint csak a biotechnológiai áttöréseknek köszönhetőek, és megint csak erre a területre sorolandók, és biztos vagyok benne, hogy ezek közül néhány vakcina sikeres lesz, és majd elérhető lesz. Ugye rengeteg fejlesztés van, kb. 10 nagy program van, de van utána még 30. Aztán, hogy ebből végül hány jut a piacra és jut a betegekhez, majd meglátjuk, de biztos, hogy lesz olyan, ami alapvetően egy új technológiai platformnak az áttörését jelenti, és az alapvetően egy biotechnológiai platform lesz.
És miért lesznek ezek jobbak? Ugyanaz vonatkozik rá, mint amit a gyógyszereknél elmondtunk, hogy ezek is. Hát sok esetben célzottan. Igen, a hatásmechanizmusuk miatt pont abszolút, ahogy mondta, sok esetben a hatásuk célzottabb tud lenni, vagy egyszerűen azért, mert egy adott antigén mondjuk jobban tudnak konkrétan megcélozni, vagy mondjuk a DNS alapú vakcinának az a célja, hogy az emberi sejtekbe beültesse azt a fehérjét, ami majd megköti például a vírust. Tehát ilyen indirekt úton, az megint csak igaz, az már egy géntechnológia alapú, ilyen úton hat, és itt teljesen új, még amiről nem beszéltünk egyébként, azok az eszközök, tehát a gyógyászati eszközök, vagy medical device-ok, itt is nagy áttörés van, és mondjuk például egy ilyen DNS alapú vakcinához egy különleges, úgynevezett elektroporátor kell, amivel a DNS bejuttattunk a beteg egyes sejtjeibe. Most kicsit elkalandoztam, de ezzel csak azt akartam hangsúlyozni, hogy tényleg a biotechnológia egy nagyon-nagyon széles spektrumot fed le, és igen, várhatóan ezek a technológiák egyre jobb hatásfokkal fognak akár terápiás megoldást, vagy akár vakcina szempontjából védelmet adni a betegek számára. Én a pandémia kapcsán talán azt említeném meg, hogy a kutatásfejlesztés szempontjából nézzük, akkor amiben a Richter egyébként regionálisan vezető szerepet tölt be, nem csak a gyógyszeriparban, hanem úgy minden iparágat felölelően, akkor a mi kutatásfejlesztésünk szerepét talán az is mutatja, hogy elhangzott, hogy alapvetően kismolekulasúlyú terápiában és biotechnológiai terápiában is lehet gondolkozni a pandémia kezelésére, azon belül vakcinában és antitestekben. Na most ezek közül mindegyikben a Richter valamilyen formában érdekelt. Vagy saját fejlesztés, vagy együttműködés, vagy vakcina gyártás amerikai partner számára. Jó. Klasszikus vakcinagyártásra nincs gyártósorunk, de pont a modern biotechnológia alapú, tehát például az a DNS alapú, említettem, ott bérgyártóként jelenünk meg. Ez ilyenfajta vakcinákat tudja a Richter gyártani egyedülálló módon egyébként Magyarországon, és szinte egyedülálló módon Közép-Európában. Menjünk vissza egy kicsit a boszorkány konyhába, ugye beszéltünk a gyógyászati területekről. Nézzük meg egy kicsit akkor magáról a biológikum technológiai előállításáról, mit kell tudni. Tehát mi történik ebben a boszorkány konyhában? Köszönöm, hogy visszatértem, mert arra nem reflektáltam, hogy miért jó kifejezés a boszorkány konyhában. Tulajdonképpen azért, mert minden sejtes tenyészet valamilyen szinten, szeretném hangsúlyozni, valamilyen szinten egy fekete doboz, tehát mint hogyha egy boszorkány kondér lenne, mert nagyon sok iteratív fejlesztésnek köszönhetően tudjuk beállítani azokat a körülményeket, amelyekben a sejtek életképesek, tudnak gyorsan szaporodni, ugye erről beszéltünk, tehát nagy mennyiségben tudnak fehérjét termelni, és azt a kívánt fehérjét, minőségben is azt a kívánt fehérjét tudják termelni, amit mi szeretnénk. És hát ez a kutatásnak, vagy a technológiai fejlesztésnek ez az egyik legnagyobb szerepe, hogy ezeket a fermentációs körülményeket optimáljuk, és ahogy mondtam, megfelelő mennyiségű és minőségű fehérjét tudjunk elállítani. És hát ehhez persze nem boszorkányok kellnek, hanem nagyon jó tudósok, akik vannak, hál' Istennek a kollégák kiválóak ebben, de hát ez sok tapasztalat. Mások kellene ehhez, mint a hagyományos gyógyszerek előállításához? Más szakemberek állnak ebben a boszorkány konyhában? Hát a gyakorlati tudás vonatkozásában mindenképp sok nagy mértékben más tudás kell, de itt is alapvetően biológusok, mérnökök, akik a technológiát, ők leginkább a technológiai fejlesztésben vannak benne, de ugye mint minden fejlesztésben az analitika is óriási szerepet kap, tehát a kívánt gyógyszernek a folyamatos ellenőrzése, mérése, karakterizálása, ez fehérjéknél különösebb hangsúlyt kap, mert megint csak nagyon komplex molekulákról van szó, amelyeket nagyon jól kell körbejárni analitikai szempontból. Tehát az analitikai vegyészek, vegyészmérnökök tudása szintén elengedhetetlen, és hát a végén mégiscsak egy parenteláris készítményt formulálunk. Tehát ugye itt biológikumok révén ezek mind, arról sem beszéltünk az elején, tehát fontos hangsúlyozni, ezek ma mind injekciós termékek tulajdonképpen, tehát mind parenteláris termékek. Ma még nincs igazán olyan technológia, amelyben egy fehérjét úgy tudunk rendesen eljuttatni a szervezetbe, hogy szálljon át tulajdonképpen. Igen, mert hogy lebomlik a fehérjének a nagy része ugye a gyomunkba.
tehát alapvetően mind intravénás, intramuszkuláris injekciós termékekről beszélünk, és hát ott meg nagy szükségünk van a gyógyszerészekre, illetve hát az orvosokra is, ugye, hogy ezt az egész folyamatot véghez vigyék. Szerintem valahogy úgy kell ezt elképzelni, mint a 60-as évek keleti autói, meg egy Rolls-Royce közötti különbséget. Tehát a tablettáknál megvolt egy kémiai képlet, mindenki tanulta az iskolába, betették és legyártottak belőle 100 000 tablettát. Azok a biotechnológiai termékek, amiről volt szó, inzulin, növekedési faktorok és egyebek, még szintén olyanok, vagy a teriparatid például, hogy van egy aminósabb szekvencia, bárki a világ bármely pontján le tudja rakni. De igazán most vannak a nagy kérdések, ugye? A nagy kérdés például az, hogyha egy úszó megkap egy COVID-fertőzést, akkor 2 hónap múlva miért nincsen már antitest mondjuk a vérében, és akkor a vakcinával mi lesz? Mert ha a vakcinát abból kezdjük fejleszteni, hogy meddig ad védettséget egy adott vírus, azt ma tudjuk már, hogy csak pár hónapig. Tényleg az a kérdés, hogy akkor most 3 havonta vakcinálni fogunk, szó sincs róla. Tehát ehhez kellenek azok a szakemberek, amiről szó volt az előbb, hogy olyan vakcinát kell fejleszteni, ami ennél sokkal hosszabb ideig megy, és nem a hagyományos antitesttermelés, hanem esetleg egy sejtmemória, vagy egy másik jellegű vakcinát termeltünk. Tehát ez például ugye nagyon fontos ilyen szempontból, és a technológia azért is fontos, mert nem csak ezekből a úgynevezett ugye hát meggyógyult emberek véréből kivett plazmát, tehát konvaleszcens plazmát alkalmazunk, hanem vannak olyan gyógyszergyárak, amik hatalmas mennyiségben több 1000 humán antitestet tudnak termelni az úgynevezett transzgén egér segítségével. Tehát ezek olyan egerek, amik humán hát genetikájúak tulajdonképpen, és ezek millió darab ilyen antitestet a szervezet, emberi szervezet összes fehérje ellen megvan számukra az antitest, és egy úgynevezett nagy hát hatásfokú technikával kiszűrik közülük. Tehát az az antitest, amiről már szó volt, és vírus ellenes antitest, azt már ezzel a technikával csinálták, nem pedig úgy, hogy a betegek vérét lecsapolták, összerakták, megtisztogatták, meg stb. Azért érezhető a különbség, hogyha van egy kérdés, amit nem tudunk megválaszolni, akkor kellene azok a technikák, amiről az előbb szó volt, és ez már nem az a hagyományos gyógyszergyártási, de még csak nem is a hagyományos klinikai orvosi technika, hanem itt már egy olyan magas színvonalú technika kell, amit egyébként nem is kell, hogy minden műhelyben és minden boszorkánykonyhában ott legyen, elég, hogyha néhány nagyobb helyen ez előfordul, és ott ezeket meg tudják majd csinálni, és aztán jönnek ugye a klinikai vizsgálatok. Ez nyilván azt is észlelhető, hogy árban is az a bizonyos Moszkvics és a Rolls-Royce közötti ár azért az is ott van, és ezt azért mindig figyelnünk kell, hogy az a befektetett energia és befektetett pénz, amit a Richter is például elvégez, az végső soron azért megtérül-e, majdnem mindegyik esetben megtérül. Tehát ezek végül is olyan hát egészséggyereséget hoznak, nehogy Isten, hát megmentik a beteget ugye a végzetes kimeneteltől, hogy ezt nem lehet nyilvánvalóan anyagi szempontokkal nézni, de ezek a befektetett forintok vagy dollárok, ezek mindenképpen a végén behozzák ugye azt, ami miatt ezeket megcsináltuk. Tehát teljesen elment a dolog ebbe az irányba, ezekhez a modern technikák irányába, és öröm, hogy az ember hát mondjuk ebbe a korba él, és mondjuk ezeket használhatja. Pontosan ezt szerettem volna nem is kérdezni, hanem akkor így megjegyezni, hogy akkor ezek szerint ezért ennyire drágák még ezek a termékek, és akkor inkább arra kérdezek rá, hogy még, tehát hogy tud ez majd ez a helyzet változni? Nem tudom, amikor ezek a technológiák, amik most még ehhez alkalmazandó technológiák, most még szintén, mivel az elején gondolom, hogy azért még mindig az elején tartunk ennek az egész biotechnológiának, drágábbak tudjuk, hogy idővel mindennek mindig kicsit csökken az ára, akkor lehet számítani arra, hogy egy kicsit elérhetőbbek lesznek, vagy ezt váltja ki más? Minden gyógyszerfejlesztés nagyon nagy költsége jár, minden originális gyógyszerfejlesztés különösen nagyon nagy költsége jár, ugye a Richter esetében például a kariprazin molekulánk, és azok a korai fázisok, azok rengeteg idővel is járnak. Ugye van egy technológiai része magának a gyógyszerfejlesztésének, és utána a klinikai vizsgálatok. A klinikai vizsgálatok száma, ideje, költségei azok óriásiak. Talán a biológiai gyógyszerek a technológiai vonatkozása miatt még inkább drágák, és az előállított gyógyszerhez szükséges, nem csak hogy klinikai vizsgálat esetén szükséges mondjuk gyártósor, hanem majd a kereskedelmi gyártáshoz szükséges infrastruktúra és gyártás drágább, de szeretném hangsúlyozni, összességében minden originális gyógyszerfejlesztés nagyon nagy költségére, és ennek a költség egy nagyon nagy része az a szükséges klinikai vizsgálat. 2.
nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a gyógyszeripar egy nagyon nagy mértékben szabályozott iparág. Tehát minden egyes apró technológiai lépés egy üzemben megfelelő módon kell, hogy dokumentálva legyen, ahogy, amit általában ugye Good Manufacturing Process, GMB körülményeknek nevezünk, azok mögött rengeteg mikrobiológiai tisztasági kérdés van, rengeteg dokumentációs kérdés van, rengeteg tréning kérdés van, ami egyszerűen a gyógyszerek előállítását drágítja, megnehezíti. Visszatérve arra, hogy ez változni fog-e a jövőben, ugye a Richter bioszimiláris termékeket is gyárt. Miért bioszimiláris, miért nem biogenerikus? Azért, mert a biologikumok egy originális biologikum vonatkozásában is egy adott mondjuk ampullában, vagy inkább vájlba, vagy szirincsbe, nem minden molekula azonos, minden fehérje molekula hat, de lehetnek kisebb-nagyobb különbségek köztük. És mikor az originátor ezt kifejlesztette, pont azért, mert élő sejtek állítják elő, és ezért az élő sejtek nem pont ugyanazt a fehérjét állítják elő minden egyes pillanatban. Tehát ezért egy tartományról, a fehérje bizonyos karakterisztikái vonatkozásában egy tartományról beszélünk. És nekünk, mikor ennek, és azért kell nekünk egy szimiláris verziót csinálni, és nem azonosat, mert hogy egy tartományba kell nekünk belőnünk a mi bioszimiláris fehérjénket. Tehát, és a bioszimiláris fehérjék kétségtelenül azért kevésbé költségesek, a bioszimiláris fehérjék előállítása kevésbé költséges, mint a biooriginátori, tehát ilyen értelemben lesz előrelépés abban, hogy kisebb értékben, vagy kisebb értékű gyógyszerek kerüljenek a piacra, de ami a legfontosabb, ezért több beteg jusson első vonalas terápiába olyan biológikumokhoz, amelyek akár az élethalál közti különbséget jelenthetik. És igen, a gyógyszerek használnak azt gondolom az lehetőséget fogadni, hogy akkor majd, amit ön is mondott, majd a legújabb terápiákra jusson a gyógyszerek használ egy másik része. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a bioszimilárisoknak nagyon nagy szerepük van abban, hogy az egészségügyi finanszírozás az fenntartóvá váljon, és ebben ezért a Richter fontos szerepet szán a bioszimiláris termékek piacra jutásán. De ezek ugyanolyan jó termékek? Ezek ugyanolyan jó termékek. Erről szól a törzskönyvezés, erről szól a jóváhagyás. Nekünk az a feladatunk, hogy a megfelelő dokumentációval, a megfelelő mérésekkel és ahhoz szükséges a hatóság által előírt klinikai vizsgálatokkal bizonyítsuk, hogy ezek pont ugyanolyan jó termékek. Tehát akkor ugyanolyan hatósági követelményei is vannak. Ugyanolyan hatósági követelményei szigorúak, azt még hozzátenni. Abszolút. Én megragadnám azt az alkalmat, elhangzott, hogy biogenerikumok, vagy generikumok és biohasonló szerek, hogy hát a nagyon fontos különbség van klinikai szempontból is, illetve klinikai vizsgálati szempontból a generikus készítmények és a biohasonló termékek között. Tehát egy kis molekulasúlyú generikus terméknél a szerkezet tökéletesen azonos, a klinikai hatása a terméknek pedig nagyon hasonló, ezt a hatóság határozza meg, hogy milyen intervallumokban kell működnie. A biohasonló termékeknél bizonyos szempontból fordítva van, a szerkezet az hasonló, még akár készítményen belül is, viszont klinikailag igazoltan azonos tulajdonságokkal kell bírnia a terméknek, az originálishoz hasonlóan. Tehát, és a fejlesztés ezért kerül többe, mint egy generikus, persze egy kicsit kevesebben, mint egy originális, mert a klinikai vizsgálatokat végig kell vinni a biohasonló termékekkel, meg kell mutatni, hogy ez azonos módon hat, és ezek a hatósági előírások, amit kell követni. A másik pontja, hogyha az árazásra térünk ki, szóval ez az egyik pont, ami miatt az ár azért közel sem csökkenhet olyan mértékben, mint egy generikus terméknél, és ezt a hatóságok ennek megfelelően külön árazási szisztémába teszik a bioszimiláris termékeket. A másik pont, amit én a gyártással kapcsolatban mindig ámulattal figyelek, hogy több ezer, több tízezer szelep az, ami működteti a sejtkultúrának a útját, ellátását tápanyaggal, oxigénnel, stb. Stb. És hogy ennek egyetlen egy működési szekvenciája az, amivel a megfelelő fehérje jön ki, megfelelő mennyiségben, minőségben, és hogyha bármi ott a tízezer szelep megfelelő szekvenciából egyszer nem jól alakul, akkor nem az jön ki, amit szerettünk volna. Ezért nagyon fontos, hogy nagyon jó szakemberek kezeljék azokat a sejtkultúrákat, és ez is drágíthat persze
a terápián. Viszont, ahogy említettem, a hatósági árazás természetesen itt is megvan, a bioszimiláris termékeknek alacsonyabb áron kell bejönnie a piacra, és hát természetesen, mivel mindegyik ország, mindegyik hatósága, finanszírozója az felülről korlátos kasszával bír, ezért ez nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a páciensek nagyobb mértékben hozzáférhessenek ehhez a terápiához. Ez konkrét esetben, ugye ma már említettem, hogy a teliparatiddal több mint egy éve jelentünk meg Magyarországon, és ma már több mint 10%-kal több páciens fér hozzá ehhez a terápiához, és hát nem mellékesen több mint 70%-a a pácienseknek a Richter által gyártott terápiához fér hozzá, úgyhogy erre is büszkék vagyunk. Időben a fejlesztés ezeknek a bioszimiláris termékeknek ugyan annyi egyébként, mint ahogy így hallgatom most, hogy mi mindenen kell ezzel is keresztül menni, mint a bioriginális? Lökő Robert a generikusokhoz hasonlította, tehát sokkal hosszabb és sokkal költségesebb, mint egy generikus fejlesztés, és majdnem olyan hosszú, mint egy originális fejlesztés. Megint csak elsősorban a klinikai vizsgálatok ideje miatt, de maga a technológiai fejlesztés neki lépése is, és egyszerűen tovább tartanak. Tehát ma azt lehet mondani, hogy egy bioszimiláris fejlesztés körülbelül mondjuk 8 év, 6-tól 10 évig terjedhet, és mondjuk ez egy nagyon általános szám, de mivel változnak, a termékenként változik, mondjuk 50 és 150 millió euró közötti fejlesztési költségekről beszélünk. Egy generikus termék esetében 2-től 5 év a fejlesztési idő, és mondjuk akár 5 millió euró alatti fejlesztésről beszélünk. Tehát nagyon-nagyon nagy különbségről beszélünk. Ugye egy originátor termék esetében 1 milliárd fölötti euró fejlesztési költségekről beszélhetünk akár, de időben körülbelül 10 évről, vagy 10-15 évről beszélhetünk. Tehát a bioszimiláris az valahol a generikus és az originális készítmények között van, de szignifikáns költség és idővonzattal bír. Említetted, Robert, de visszatérnék még egy picit konkrétabban arra, hogy a Richter hogyan kapcsolódik a bioszimiláris termékek fejlesztésébe, illetve hogy a portfóliójának mi a célja ezen a területen. A Richter figyelemmel kíséri a hazai és a nemzetközi tendenciákat is ezen a területen, ugye ezért is vágtunk bele a biotechnológiai fejlesztésekbe, és természetesen itt is fókuszálunk alapvetően terápiás területekre, oszteoporózis, reumatológia, és hát a nőgyógyászat, ami egy nagyon jelentős része a Richternek. Az első termékünk, első biotechnológiai termékünk az egy nőgyógyászati termék volt a meddőségi kezelésben, a Benfola, mivel 2016 óta bírunk a portfóliumban. Az első saját fejlesztésű biotechnológiai termékünk az a teriparatid, a Terróza márka néven, ami most már több mint 30 országban elérhető, és gyakorlatilag Európa minden országában tudják használni. És további fejlesztések vannak folyamatban, és ahogy említettem, itt ezekre a terápiás területekre fókuszálunk. Még fontos hangsúlyozni, hogy arra nagyon büszkék vagyunk, hogy ez a teriparatidon belül ez volt az első bioszimiláris termék, és a jóváhagyott bioszimiláris fejlesztők, gyártók között mi vagyunk az első közép-európai, és azt is lehet mondani, hogy talán az első mondjuk középméretű farmacég, vagy az egyik első középméretű farmacég, aki tudott bioszimiláris termékkel a piacra jutni. És ahogy már elhangzott, tényleg egy abszolút globális termékről van szó. Egyébként kell is, tehát az előbb említett fejlesztési költségek nyilván csak akkor fognak megtérülni, ha tényleg globális vagy nagyobb regionális pozícionálásunk tud lenni. De ilyen értelemben ez is egy részben paradigmaváltás a Richter vonatkozásában, bár a Richternek eddig is globális termékei voltak, de a bioszimulások esetében ez elvárás, nem is lehet másképp. Zárásképp mindegyiküknek tenném fel a kérdést, egy kicsit a jövőre akkor foglaljuk össze, hogy látjuk, hogy a biológikumoknak milyen szerepe lesz. Azt azért látjuk, hogy a 21. század nagy valószínűséggel a biotechnológia százada lesz, de hogy ki mit vár, rövid és középtávon maradjunk
ne nézzünk most még annyira messzire előre, de rövid és középtávon összefoglalásképp a biotechnológia területén. Ugye nekem a biotechnológia az életem, vagy nap mint nap az életem, biztos egy kicsit elfogult vagyok. Rövid távon, ha egy kicsit a saját környezetemet nézem, akkor csak megerősítem azt, hogy rövid távon a Richter portfólión belül a biotechnológiai termékek egyre nagyobb fontossága bírnak. Én azt gondolom, hogy ma egyedülálló módon egy olyan biotechnológiai műhelyt tudunk a Richteren belül működtetni, egyedülálló Magyarországon, ahol ezeknek a gyógyszereknek a fejlesztését, a gyártását tudjuk előállítani, vagy tudjuk véghez vinni, amire nagyon büszke vagyok. Ennek az erősítését, fenntarthatóságot fogjuk továbbra is vinni, és egyre több biológiai termékkel szeretnénk megjelenni a piacon ebbe az évtizedben, az előttünk álló évtizedben. Hosszabb távon meg én tényleg azt gondolom, hogy a biotechnológiai áttörések óriási változásokat hoznak a gyógyászatban, és alapvetően elmondtuk már ezeknek vetületeit, de a sokkal erősebb diagnózissal, a sokkal fókuszáltabb terápiás megoldásokkal egy sokkal szélesebb tárházát a betegségeknek, azt gondolom ebbe az évszázadba fogjuk tudni gyógyítani, és ezzel életminőségben óriási változást hozni, és ebben hiszek. Mi a klinikusokat, célokat szoktuk nézni, és sokan tudjuk, hogy Renoir-nak sok ízületi gyulladása volt, és úgy festett végül is, hogy az ecsetet a kezéhez kellett kötnie, és tolószékben végezte. Számunkra ez a kiindulás, ami már nincs. És lényegében, ahogy látjuk a fejlesztéseket a 50-es években, a szteroid fejlődését utána, a gyulladásgátlók utána jöttek azok a betegségmódosító szerek, és itt most a reumatológiáról beszélek, de lehetne bőrgyógyászat, vagy lehetne gasztroenterológia, vagy akár szív, vagy akármi. Újabb és újabb dimenziók nyíltak, hogy a funkció javuljon. Utána jött, hogy az életminőség javuljon. Most pedig már majdhogy nem a gyógyulásról és a teljes tünetmentességről beszélünk, ezt csak biotechnológiai termékkel lehet elérni, tehát amikor 2006-ban elkezdtük itthon is alkalmazni a nagymolekulás súlyú gyógyszereket a reumatológiában, onnantól kezdve lehet az, hogy mondjuk egy olyan betegünk egy bizonyos ízületi gyulladással, aki egyébként kontinensen fut maratont, az gyakorlatilag vissza tudott térni, vagy van teniszező, aki visszatér a teniszpályára, vagy van olyan zenész, aki a nyaka elmerevedett, és nem tudott mondjuk a trombitájába fújni, és ezt ezután meg tudta csinálni. Ezek azok a dimenziók, ami csak ez hozott létre. Mi Debrecenben egyébként a reumatológiai társbetegségekkel foglalkozunk, mert kevesen tudják talán, hogy a gyulladásos betegek végül is szívinfarktusba, daganatba vagy csontritkulás következtében halnak meg, és úgy tűnik, hogy az, hogy a gyulladásos betegségek társbetegségei javulnak és tovább élnek ezek a betegek, ezt is csak biotechnológia hozta. A korábbi gyógyszerek sem voltak rosszak, bekapni egy fájdalomcsillapítót vagy valami, de ez ideig, óráig, ezt hívják ugye tünetek kezelésnek. De az igazi betegség módosítás, amiről végig beszéltünk, az csak akkor lehetséges, hogyha ezeket az újabb termékeket használjuk, tehát itt inkább ezeket a végpontokat és dimenziókat emelném ki, amellett, hogy természetesen én is egyetértek azzal, hogy a százalékosan egyre nagyobb területet fog elérni. Biztos lesznek olyan betegségek, amelyek továbbra is a kis molekulákkal, mondjuk magas vérnyomás el lehet majd kezelgetni, de igazából azok a betegségek, ahol elakadás történt a kismolekulás súlyjal, és legfeljebb annyit értünk el, hogy ne fájjon annyira, mint Renoir-nál. De utána viszont később már oda is eljutunk, hogy a betegnek tervei lehetnek, vagy visszatérhet az életbe, és ezek a társadalmi dimenziók csak az elmúlt 8-10-15 évben váltak elérhetővé, tehát számunkra, a klinikusok számára ez igazán az áttörés. Kereskedelmi és marketing oldalról egy kicsit tágabb perspektívában néznék rá arra, hogy a Richter mit is képvisel ma Magyarországon és a világban. 20 évvel ezelőtt a Richter alapvetően egy regionális gyógyszercég szerepét töltötte be. 10 évvel ezelőtt páneurópainá vált, köszönhetően a nőgyászati portfóliájának. 5 évvel ezelőtt globális szereplővé vált, még mindig a nőgyászati portfólióból kiindulva. 2-3 évvel ezelőtt központi idegrendszeri területen is globális lett, és egy évvel ezelőtt elindult úgy gondolom a biotechnológiai globális szerepkör felé is, és a jövőben azt látom, hogy ez is kiteljesedjen. Köszönöm szépen, uraim! Sejtek boszorkánykonyhája biotechnológiai készítményekről és terápiákról beszélgettünk, megnéztük a jelent,
és megnéztük természetesen a jövőt is, hogy mire számíthatunk a biotechnológia terén. Dr. Boks Erikkel, professzor dr. Szekanec Zoltánnal és dr. Kozma Róberttel köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést, és a nézők meg pedig a figyelmet.